2008-ban jelent meg először Tata városának magyari terve, melyet 2013-ban fogalmaztak újra, napjainkban pedig már a harmadik verzió készül. A folyamatos megújításra azért volt szükség, mert már 110 projektet megvalósítottak a komplex várostervezés jegyében. Többek közt ezt értékelte a Magyar Urbanisztikai Társaság a Hild János díjjal. A mi városunk Komárom-Esztergom megyében az első, amelyik ilyen díjat nyerhetett el. Büszkék vagyunk erre a díjra azért is, mert ez nem csak az önkormányzat díja, hanem ez Tata város díja, nem csak az önkormányzat munkáját dicséri, hanem mindazokét is, akik ebben a városfejlesztésben, közös városépítésben az önkormányzattal együttműködve, vagy önállóan is megvalósítottak sok-sok szép fejlesztést a városban. Az elismerést két évente ítélik oda, Tata mellett Szeged volt a másik település. A helyi önkormányzat törekvése, munkája során a zsűri szerint Tata az elmúlt 20 évben integrált megközelítéssel megújította városközpontját, szolgáltatási infrastruktúráját, fejlesztette a természeti környezetet, a parkokat, kerékpáros közlekedést, hálózatot, és nagy hangsúlyt kapott a társadalmi, szolgáltatási hálózat és a közösségi terek fejlesztése is. Az az urbanisztikai társaság, amelyik szakemberekből áll, szakértőkből áll, és tüzetesen ismeri az ország minden szegletében folyó fejlesztéseket, az a társaság hogy ítél meg egy települést, egy várost. A mi esetünkben úgy ítélte meg, hogy nagyon jó, hogy beadtuk a pályázatunkat, mert Hild díjra érdemesnek tartott bennünket. Gratulálok, Tata!